A csizmák A kis szoba egyszerű bútorai közt megbújva, türelmesen hallgatózott a csend. Talán egy titokra várt, mely a lomhámván szorgó délután unalmát messze űzhetné, de a titkok inkább az éjszaka sötétjében születtek, és nappal csak kivételes alkalmakkor mutatkoztak. A csend megszokta már a téli hétköznapok délelőtti tétlenségét, hisz olyankor még az ajtó közelében strázsáló kájha sem duruzsolt, csak némán őrizte a szürke takaró alatt szunnyadó parazsak álmát. A délutánok aztán lerázták az alvók észrevétlenül vastagodó takaróját, és amikor friss húzat szökkent a vékonyra hasogatott gyújtós keszekusza rései között, a vidám ropogással érkező új élet apró darabokra törte a csendet. Később, mikor a sejmesen fénylő, barna szén izzó mosolyát, a kájha máladozó samott téglái is magukba zárták, forróságtól részegült leheletfoszlányok lejtettek táncot a kivénhet kájha körül. A sarokban meghúzódó sezlom felől újságpapír halk neszezése hallatszott, ahogy az öreg bütykös ujjaival hajtott egyet a terjedelmes lapokon. Komótosan izlelgetve illesztette egymás mellé a szavakat, és ráérősen pontogatta magában a gondolatokat, míg képzeletének vetítő vásznán életre nem keltek. Micsoda világ! Mormogta csak úgy maga elé, mert a fiának hiába is mondta volna. 14 évesen az ártatlan ifjúi képzeletet sokkal inkább meglódítja a magasban keringőző hópihék tánca, mint a politika. Bár az is van annyira szeszélyes, mint az időjárás. A fiú egy ablakhoz húzott karszék megfakult kárpityánt térdepelt, és hosszasan fürkészte az ólom színű eget, mely szinte a földig ereszkedett. A szürkeség reggel óta fáradhatatlanul ontotta a magasból tilinkózó hópihéket, és patyolat tisztává varázsolt mindent, amin megtelepethetett. Az istálló nád teteje messziről fehérített, és a szomszédos házak is túlméretezett kucsmák alatt terpeszkedtek. Az udvaron árválkodó szekérkasban is úgy gyülekezett a hó, mintha csak piacra készülődnének vele. Pedig az még messze lesz, mert a fekete kabátos dalnokok még szótlanul röppennek egyik ágról a másikra. Különleges jó szág ez a rigó nemzetség, mert amikor megérzik a tavasz gyenge leheletét, a legelszántabb énekesek azonnal felköltöznek valami magas építményre, hogy minél előbb megpillantassák a várva várt vendéget, aztán, hogy illőképpen köszönthessék, pirkadattól énekelnek neki. Esik még, kérdezte az öreg, de inkább csak azért, hogy ne legyenek szó nélkül. A félhomály is vastagabb lett, mert még az ókulával is kezdtek összemosódni a betűk. Valósággal szakad? Válaszolt a gyerek akkor talán mégis jobb lenne itthon maradni. Hadd menjek, édesapám! Hát, erígy, ha annyira menni akarsz. Aztán ne panaszkodj. Nem gyűn még ferkó? Nem, azt esem én is. Már jó régen elment, hamarosan sötétedik is. Télen nincs sötét. Világít a hó, a szánkó meg amúgy is letalál a lejtőn. Le az? Úgy siklik az édesapám, hogy senki se jobban? Körbe is állták csodálni, mert ilyet nem lehet kapni még a hangya szövetkezeti bódban sem. Hát, fiam, amit az ember magának csinál, annak párja nincs, az biztos. De hát nekünk csinálta, édesapám. Mindegy az, a két kezi munkába lélek költözik. Igaz lehet, mert úgy megy az, hogy szinte kormányozni se kell. De már gyűhetne. Ne türelmetlenkedj. Hiszen gyerek az még. Tetszik neki a játék. De hát én is csak két évvel járok előtte. Két év, fiam, ebben a korban nagy idő. Te már valóságos felnőtt leszel ma holnap. Ne felejtsd el, hogy te vagy a példakép a kisebbnek. Türelemből is. De hiszen türelmes vagyok én, édesapám. Tudok én várni. Látom. Na, ehol gyüne? Csak úgy szalad a szánkó utána. Hát akkor készülj, fiam. Kívülről ferkó dobogása hallatszott, amint a féltető alá érve a havat kezdte leverni a csizmájáról. Még körbe az ajtóba készített, csutkára kopott öreg söprővel a csizmákat is, meg maga körül is egy kicsit, hogy ne hordja be a havat, mert a melegben egy-kettőre latyakká olvad. Kipirosodott arccal lépett a konyhába, gondosan lerázogatott kucsmáját a kezében tartva. Meggyüttem, édesapám! Megint jól vizsgázott a szánkó. Mindenki körbeállt a csodálni. Akkor jó. Motyogta az öreg inkább csak magának. Na, milyen a domb? Kérdezte Jóska az öcsétől, miközben a kisét túl kabátot segítette le róla. Isteni, úgy siklik rajta, hogy csak ámulnak a többiek. Már nagyon várnak, úgyhogy adom is. Azzal leült a padra, és két kézzel óvatosan marokra vette a megrodjan száró csizmákat, mintha hímes tojást fogna, aztán búcsúzó még észrevétlenül végig simított rajtuk, és egyiket a másik után a bátya lába elé tette. Még egy pár hosszú szárú zokni is került a csizma szárakra, ami még őrizte testének melegét, de nem maradt mezit láb, mert hogy két pár zokni is kellett a csizmába, hogy ki ne lépjen belőle, Ugyan az orra még így is volt tömve egy kis újságpapírral. Jóska ekkor már mezétláb állt a konyha ajtó küszöbén, aztán, hogy az öccse helyet szorított neki a padon, ő is leült, és gyorsan belebújtatta lábát a vastag zoknikba. Az újságpapír tömítéseket ügyesen kihalázta a lábbelik orrából, és némi küszködés után végre felkerültek a csizmák is. Vigyázni, hallatszott apja hangja a szoba fél Vigyázok én, édesapám! – válaszolt Jóska, de már az öreg kabátot gombolgatta magán, miközben a nedves kucsmát szorongatta a hóna alatt. Frissen metsző hideg vágott be az apró konyhába, hogy helyet cseréljen az elhasznált levegővel, és Jóska még az ajtóból visszaszólt. Igyekszem, édesapám, azzal a falnak támasztott szánkó kötelét megmarkolva, belevetette magát a puha csendbe. Ferkó már egy ideje az ablaknál hagyott karszék kárpittyán térdepelt. A vastagra ülepedett ólomszínű homály szinte átláthatatlanná vált, és már nem is volt rajta semmi nézni való, de lelki szemei előtt még sokáig látta, ahogy a vén csizmák egymással versengve túrják a vastag havat, A kisbük faszánkó meg ügyesen bukdácsolva lelkesen siklik utánuk.